Vásárhelyi Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! A kormány arra számít, hogy az illegális bevándorlás ügyében a következő fél évben felerősödik a vita a tagállami és európai uniós hatáskörökről, közölte Lázár János a mai kormányinfón. Soros György magyar származású amerikai üzletember azt javasolja, hogy migrációs kérdésben az Európai Unió döntsön. Tehát ne az adott tagállam mondja meg, hogy ki éljen a területén, hanem ezt egy központi, brüsszeli hivatal döntse el, mondta Lázár János. A miniszter azt hangsúlyozta, ez a nemzeti konzultációra válaszoló mintegy 1,7 millió ember számára elfogadhatatlan, és a kormány álláspontja is ez. Magyarország szerint nem megszervezni, hanem megállítani kell a migrációt, jelentette ki. Emellett a 2018-as költségvetési vita lezárásáról is szót ejtett Lázár János. Három dolgot tűztünk ki a 2018-as költségvetésben, a munkavállalás támogatását, a családok támogatását és a biztonság garantálását Magyarországon. Tehát munka, család, biztonság, ez a három dolog az, ami a költségvetésben kiemelt jelentőséggel bír. A munkát vállalók és a keményen dolgozó emberek költségvetése a 2018-as költségvetés. Az egyik célunk az, hogy teljes legyen a foglalkoztatás 2018-ban. Ezt úgy értjük, hogy vagy a piaci világban, vagy az állami szektorban, de mindenkinek munkát szeretnénk biztosítani, aki dolgozni akar. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint jó esély van arra, hogy az országgyűlés a jövő héten elfogadja a 2018-as költségvetési javaslatot. Hozzátette, az 1990 és 2014 közötti időszakhoz képest már nem a költségvetési vita uralja a közbeszédet. Ma a gazdaság teljesítménye nem képezi politikai parlamenti viták tárgyát. Ez alapvetően nem a kormány, hanem a munkaadók és a munkavállalók összefogásának eredménye. Ma tartották a 11 vásárhelyi óvoda felújítását érintő fejlesztés ünnepélyes projektindítóját. A Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítés elnevezésű pályázat nyitó rendezvényén az is kiderült, hogy a felújítások célja, hogy minél jobb körülmények között fejlődhessenek a vásárhelyi gyerekek. Ezért a beruházásokat megelőzően az érintett dolgozókkal és szülőkkel is folyamatosan egyeztetett a város. A fejlesztés, amit az Európai Unió és a magyar kormány támogat Hódmezővásárhely önkormányzata számára, valóban befektetés a jövőbe, mondta a rendezvényen Hegedűs Zoltán alpolgármester, hiszen összesen 11 óvoda újulhat meg a projektnek köszönhetően a jövő év augusztusáig. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a Hódmezővásárhelyi gyermekek, fiatalok számára a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk, addig, amíg tanulnak. Ezért azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy 2020-ra Hódmezővásárhely összes oktatásnevelési intézménye felújításra kerüljön. Ennek egy része, egy projekt része az, aminek ma a részesei lehetünk. A munkálatok idén áprilisban 4 intézményben már elkezdődtek, amelyet hosszú egyeztetés előzött meg az érintett dolgozókkal és a szülőkkel. A Pál, a Magvető, a Klauzál utcai és az Oldalkosár 4 szám alatti óvodákban folyó munkálatok részleteiről Spitzner Csaba projektmenedzser tájékoztatta a résztvevőket. Elsőként a Pál utcai óvodát adták át a kivitelezőnek, hogy a több mint 56 millió forintos korszerűsítést elvégezze az épületen. Jelen pillanatban a bontások megtörténtek. Az utólagos hőszigetelés elkészült, az épület utólagos hőszigetelése jó részt elkészült. Vakolatjavítások, szárító vakolatok feloldása történt az épületen belül a helységekben. Tetőáthajtást végeztünk, hiszen a tetőszakasz héjazata nem volt tökéletes. Ezen kívül egy bővítmény csatlakozik ehhez a tetőszerkezethez, hiszen az akadálymentesítést, amely gyakorlatilag minden projektnek szerves része, az akadálymentesítést csak úgy tudtuk ebben az óvodában megoldani, hogy egy toldalékot építünk hozzá az épülethez. Ebben a toldalékban kap helyet akadálymentes WC, illetve reményeink szerint egy logopédiai szoba. A Magvető utcán 18 millió forintból, az Oldalkosár és a Klauzál utcai óvodában pedig 28, illetve 33 millió forintból valósul meg az óvoda korszerűsítés hasonló tartalommal, amely az épületek energiahatékonyságának fejlesztését, az épületgépészeti munkákat, az akadálymentesítést és a konyha felújítást is magában foglalja.
A jövő hét hétfőtől az óvodákban sajtóbejárást tart Hegedűs Zoltán alpolgármester, ahol meg lehet majd tekinteni az egyes munkafázisokat is. Első alkalommal június 12-én hétfőn 11 órakor a Pál utcai óvodába látogat majd. Minden érintettel megszületett a megállapodás, így elkezdődhet a keleti elkerülő út közbeszerzési eljárása. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor már idén ősszel hozzáfoghatnak annak a 3,2 kilométeres szakasznak a kivitelezéséhez, amellyel teljessé válhat a körgyűrű Hódmezővásárhely határában. Ennek az lenne a nagy előnye, hogy a város mentesülhetne a jelentős átmenő forgalomtól. Az önkormányzatnak mostanra sikerült megegyeznie mind a 29 érintett ingatlan tulajdonossal, így a keleti elkerülő út építésével kapcsolatban minden akadály elhárult. Elkészültek a tervdokumentációk, és a következő fázis a közbeszerzési eljárás lesz, amely pár hónap alatt lebonyolódhat. Mivel hamarosan elkezdődhet a kivitelezés, ezért tegnap délután a témában fórumot tartottak a Városháza dísztermében. Bízom benne, hogy az idén ősszel elkezdődik a keleti elkerülőnek a megépítése, amely ugye össze fogja kötni a 47-es utat, illetve az Erzsébet utat, és bízom benne, hogy jelentős mezőgazdasági, illetve egyéb nehéz gépjármű forgalmat fog Hódmezővásárhely belterületéről felszabadítani, tehát ezek a járművek nem fogják a belterületet használni, hanem a külterületi út használatával érik el esetlegesen az ipari parkban található céljukat. A keleti elkerülő szakasz 1 milliárd 660 millió forintba kerül, amely a területi és településfejlesztési operatív program keretében teljes egészében európai uniós és hazai forrásból valósul meg. A fórum résztvevői képes tájékoztatást is kaphattak arról, hogy az út pontosan hol lesz. A keleti elkerülő út az Erzsébeti út és a 47-es főút között fog kiépülni. A Erzsébeti útnál az Asai Építőipari Kft. Mellett ott fog egy körforgalom létesülni, szintbeli csomópontok épülnek, ezt követően fogja keresztezni a Csomorkány útat, szintén körforgalommal, majd a 135-ös számú vasútvonalat, Szeged-Békéscsaba vasútvonalat fénysorompós keresztezéssel és körforgalommal csatlakozik a 47-es főúthoz. A keleti elkerülő kétszer egy sávban készül majd el, 3,5 méteres pálya, valamint 1,5 méteres patka szélességgel. A tervek szerint jövő ősszel adják majd át az autóforgalomnak. Az Algyői Választási Bizottság 2017. szeptember 10-ére vasárnapra tűzte ki a települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását. A szavazásra azért van szükség, mert a nagyközség képviselő testülete május végén feloszlatta magát. Tanyafejlesztési pályázatokról és a Kútvölgyi út javításáról adott tegnap bővebb tájékoztatást Benkő Zsolt önkormányzati képviselő a Sóshalmi Olvasókörben megtartott fórumon. A Földművelésügyi Minisztérium májusban hirdette meg a 2017-es tanyafejlesztési programot. Benkő Zsolt tegnap a tanyagazdaságok, illetve a meglévő tanyaépületek, melléképületek fejlesztéséről tájékoztatta megjelent lakosokat a Sóshalmi Olvasókörben. A tanyafejlesztési programban alapvetően azok pályázhatnak, akik tanyás településen élnek, annak külterületén, illetve tesszerűen tanyás ingatlanban, és a pályázat alapvetően azokat helyezi előnybe, akik tanyagazdaságot tartanak fönn, tehát nem csak lakóhelyként használják, hanem gazdálkodási helyként is használják a tanyát. Növénytermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkoznak, de természetesen ezen kívül mindazok a vidéki önkormányzatok is pályázhatnak a tanyafejlesztési programban, amelyek vagy akiknek valamilyen fejlesztési céljuk van a külterületi lakóhelyeket illetően. A vidékfejlesztési programon belül még lehet pályázni a tanyák villamos hálózatának, víz- és szennyvízrendszerének fejlesztésére, illetve kialakítására. Az állam erre a célokra összességében 10 milliárd forintot különített el. A képviselő továbbá beszámolt az északi elkerülő út építéséhez kapcsolódó útjavításokról is. A kivitelezők fokozott mértékben használják a Kútvölgyi vasútállomás környékét, és több százezer tonna sódert, illetve kavicsot halmoztak föl a területen. Ennek az a következménye, hogy már az alapvetően rossz állapotú Kútvölgyi bekötő út valószínűleg, hogy 2017-18 folyamán további
nagyon komoly terhelésnek lesz kitéve, és a Kultvölgyi Bekötő út felújítása szerepel abban a programban, amely az északi elkerülő út kapcsán a használatban, illetve a munkagépek, teherautók által használt utak felújítását érinti. Nem csak ezzel a beruházással, hanem egy új aszfaltcsík kialakításával is könnyebbé válhat a Kútvölgyön élők helyzete. A települést és a tanyavilágot is új úttal köthetik össze a jövőben. Veszélyekkel járhat a parlagfű készítmények hosszú távú fogyasztása, mutatták ki a Szegedi Tudomány Egyetem kutatói nemrég lezárult vizsgálatukkal. Patkány kísérletük alapján agy- és vesekárosító hatása lehet a gyomnövényből készült termékeknek. A szakemberek a parlagfüvet sejtmérgező hatása miatt a világ 100 legveszélyesebb növénye közé sorolták. A Szegedi Tudományegyetem gyógyszerészeti kara évek óta foglalkozik gyógynövények hatásosságának, biztonságosságának vizsgálatával. 5-6 éve terjed a társadalomban az a téves szemlélet, hogy a parlagfüvet érdemes gyógyászati céllal fogyasztani. Egyre többen ledarálva vagy a növény földfeletti részét szárítva megeszik egyik legismertebb gyomnövényünket. Ennek hatásairól, hosszú távú alkalmazásáról azonban semmiféle tudományos adat nem áll rendelkezésre. Ezért kezdtek kísérletezésbe a Megyeszékhely Egyetemének gyógyszerészeti, valamint az általános orvostudományi karának kutatói. A könnyen hozzáférhető emberi fogyasztásra kínált legelterjedtebb parlagfűlekvár készítményt analizálták a szakemberek. A patkánykísérletek azt állapították meg, hogy veszélyes anyagokat tartalmaz maga a növény, így az abból készült termék is. Amit el lehet mondani, az az, hogy potenciálisan veszélyes. Amit mi vizsgáltunk, az egy olyan termék volt, amiben a teljes parlagfű földfeletti rész benne volt, tehát nem valami kivonat, hanem ez egy olyan termék volt, amiben levágták a parlagfűt, ledarálták, összekeverték olajjal, és ez jelentette a készítményt. És ennél a terméknél derítettük ki azt, hogy ez akár még veszélyes is lehet elsősorban a vessére és a központi idegrendszerre, az agyra. A szegedi kutatócsoport növénykémiai vizsgálatokkal szeretné pontosítani a parlagfű veszélyeit. A most megtalált sejtméreg azonban lehetőségeket is hordozhat. Célzott kutatások egyértelmű választ adhatnak ezen vegyületek pozitív hatásaira is. A parlagfű a vegyületeinek lehet kellemes, kedvező hatása, például, hogyha a sejtméregként daganat, ha sejtek ellen hatnak, akkor az például daganatterápiában akár hasznosítható lehet. Csak ez valószínűleg nem úgy fog történni, hogyha lesz ilyen, hogy ledarálják a növényt és megesszük, hanem akkor az a vegyület, ami ezt a hatást kiváltja, azt tisztán alkalmazzuk, kiragadva abból a környezetből, ahol esetleg vele ellentétes hatású anyagok is vannak. A növény laboratóriumi vizsgálatok sora után talán hathat a pollenallergia ellen. Pont az általa termelt pollenek gondos és pontosan adagolt alkalmazásával. Az erre érzékeny szervezetet tudományos igényességgel kidolgozott mértékben kellene hozzászoktatni a virágporhoz, így talán elmulasztható lenne az agresszív immunválasz, vagyis az allergiás tünetek. Azonban a most fellelhető és vizsgált parlagfűtermékek pollent nem tartalmaznak, így ezért sem érdemes szedni azokat a kutatók szerint. Az intézet munkatársai a kísérletek további folytatását ígérik. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Szivárvány Ese idén is megszervezte a regionális teniszbajnokságot Hódmezővásárhelyen. Az ország számos településéről érkeztek értelmileg akadályozott fiatalok és felnőttek, hogy megmutassák a bennük rejlő tehetséget és összemérjék tudásukat másokkal. Speciális sportolók speciális szabályokat alkalmazva ragadtak ütőt és álltak ma pályára a helyi teniszklubban. Az értelmileg akadályozott résztvevők három szinten mérték össze ügyességüket. A kezdők kapták a legpuhább piros labdát, a középhaladók narancssárgával játszottak, míg a legügyesebbek zöld, illetve sárga színű labdával versenyeztek. Szedtek helyet, gémek követték egymást, a rövidebb játékidő miatt pedig sokan tudtak együtt teniszezni. Nagyon fontos, hogy már 10 egyesület van itt, 10-12-en szoktak indulni az MSOS tagszervezetei közül. Ez nagyon jó, mert az ország több részéről is jönnek, Budapestről, Szolnokról, Szentesről, ugye Hódmezővásárhelyről két egyesület is itt van, képviselik a teniszszakágat, vagy a teniszsportot, és hát több mint 50-en vagyunk most.
A speciális sportolók számára a tenisz azért nagyon fontos, mert jelentősen hozzájárul testi és szellemi fejlődésükhöz. Óriási segítség az, hogy van a labda. A labda az a kicsi gyerekkortól az egyik legfontosabb eszköz, nem csak fejlesztésképpen, hanem játékban is ugye az egyik legfontosabb játékszer, és hát a labda szeretete és az ütő szeretete, ez egy különleges kapcsolat, és ezáltal így a tenisz már alapjában véve egy népszerű sport. A sportolók nagy része rendszeresen visszajár erre az évenkénti bajnokságra, így nyomon követhető, honnan, hová jutottak el. 2015-ben a világjátékokat például az a teniszező nyerte meg, aki annak idején itt még piros labdával játszott. Hódmezővásárhely egyébként a Magyar Speciális Olimpia Szövetség tenisz szakágának egyetlen vidéki versenyhelyszíne. Ma közel 250 tanuló ugrott a vízbe a harmadik Gyurta úszógálán. A Gyarmati Dezső sportuszodában megrendezett verseny érdekessége, hogy az elhódítandó vándorkupát maga az olimpiai bajnok ajánlotta fel. 200 méter mellúszással kezdődött meg a Gyurta Dániel tiszteletére megrendezett városi verseny, mivel a 2012-es londoni olimpiát ebben a számban nyerte meg a gála névadója. A kiváló sportoló nevével fémjelzett versenyt immár harmadik alkalommal rendezték meg a Gyarmati Dezső sportuszodában. Gyurta Dániel emberi példamutatása, azt gondolom a gyerekek számára egy különös értéket képvisel. Ő az a sportoló, akit Hódmezővásárhelyen bármikor edzőtáborban is volt, a gyerekekkel nagyon közvetlen kapcsolatot ápolt. Volt, akinek taktikai tanácsokat adott, volt, akikkel együtt úszott. Sportiskolaként azt hiszem, hogy a példaképek keresése, amely a gyerekek számára elérhető közelségben van, nagyon fontos. És Dániel ezek közé a sportolók közé tartozik. A verseny 3 órán keresztül tartott, ahol 5 általános és 4 középiskolás csapat úszott azért, hogy a legnagyobb távot tegyék meg az adott idő alatt. A verseny célja továbbá az utánpótlás nevelés, valamint az úszósport népszerűsítése. Mindehhez hozzájárul a helyi úszókomplexum egyre erősödő hírneve is, nyilatkozta Fekete Ferenc sporttanácsnok. A Hódmezővásárhely nagyon nagy jelentősége van az úszásnak, és nagyon sok olyan rangos versenyt rendeztünk a múlt időszakban, ami Európa térképén is elhelyezte ezt az úszodát. Én úgy gondolom azt, hogy az úszásport Hódmezővásárhelyen már most akár merre járunk az országban, vagy akár még Európában is már azért haladtunk magunkról. 9 pályán közel 250 versenyző ugrott vízbe a Gyurta Dániel vándorkupáért. A leghosszabb távot a Szent István Általános Iskola tette. A diákok összesen 55.700 métert úsztak le, míg a középiskolások közül az Eötvös József Szakgimnázium és Szakközépiskola 45.500 métert teljesített. Így ez a két csapat vihette haza az olimpiai bajnok által felajánlott vándorkupát. Kedves nézőink, a híradó véget ért. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra! Pénteken derült időre ébredhetünk, az északkeleti szél gyenge lesz. Hűvösen indul a nap, 11 fok közelébe csökken a hőmérséklet. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, csak ritkán úszhatnak fölénk fátyolfelhők. Délutánra 26 Celsius fokig melegszik a levegő.